Kedves diáktársaink, mielőtt a derült ég, a végtelen tenger színét idéző kék szalag méltó helyére kerülne, hallgassátok meg Hankis Elemér gondolatait. Az ember létének, élete kiteljesedésének feltétele lehet az, hogy képes legyen újra és újra kiszakadni adott világából, és kockázatot is vállalva merjen ellendülni az ismeretlen, a bizonytalan, a nem teljesen kiszámítható felé, egy másik lehetséges világ felé. Maga az élet is gyakran kiszakítja magából az embert. Megváltozik körülötte a világ, megváltozik ő maga, megváltoznak lehetőségei, céljai. Akár akarja, akár nem, életének új szakaszába kell átlépnie. Fontos az is, hogy időnként ő maga engedje el a megszokott trapézt, lépjen rá a hídra, és merjen elindulni egy új gondolat, egy új világ felé. Érdemes! Az élet, a világ sokkal érdekesebb, izgalmasabb, gazdagabb annál, mint ahogy azt gyakran gondolja az ember. A már adott világburka előbb-utóbb rázáródik, s ha nem tör ki belőle újra és újra, élete szegényebb lesz. Nem nyílnak meg előtte új lehetőségek, lehetséges világok, személyiségének új dimenziói. Felkérem iskolánk igazgatóját, dr. Kövesdi Istvánt, hogy köszöntse a végzősöket, és tűzze fel az osztályfőnököknek a szalagot. Kedves 12-es diákok, kedves vendégeink! Szinte pontosan egy évvel ezelőtt ugyanitt álltunk, hogy a végzősöknek osztályfőnökeik feltűzzék a megkülönböztető jelzést, s ma a tavalyi szervezők az ünnepeltek, ők kapják meg a maturálóknak szóló kék szallagot. Az élet ismétli önmagát, gondolhatnánk, de pontosan tudjuk, minden évfolyam sajátos karakterrel, arculattal bír, a 4, illetve 8 év élményei, küzdelmei és sikerei formálták, alakították a közösséget, s benne napról napra, évről évre az alkotó egyéneket. Egyéniségé válásotok folyamata azonban még nem zárult le, önmagatok megismerése, amiről Márai azt mondja, hogy a legizazabb élmény, sok-sok esztendőt vesz igénybe. Hogy kik vagytok valójában, hogyan viszonyultok a világban rejlő jóhoz és rosszhoz, az emberekhez, a tudáshoz, a szenvedélyekhez, ez talán soha be nem fejező tanulási folyamat, önismereti játék. Úgy kell tanulnotok magatokban, lehetőleg rendet teremtve és tartva élnetek, hogy a lehető legminimálisabb eltérés legyen abban, ahogyan gondolkodtok, amiben hisztek és ahogyan éltek. Hatalmas energiák szabadulhatnak fel így a lelketekben. A mai este az ünneplésé, de nem felejthetitek el, hogy ezekben a hónapokban életetek egyik fontos fordulópontja előtt álltok. A korábbiban hallhattátok Hankis Elemér gondolatait, aki azt mondta el, hogy az életben vannak elágazások, melyek véletlenül vagy külső kényszerként késztetnek benneteket, hogy döntsetek egy élethelyzetben, változtassatok korábbi életeteken, még akkor is, ha ez kockázatokkal jár, ha a döntés következményeként újabb sikerek és kudarcok várhatnak benneteket. Ma különösen nehéz hivatást, pályát választani. Választásotok sikerességét a jövő fogja igazolni. Rátok minden bizonnyal az örökös tanulás, a folyton változó körülményekhez való alkalmazkodás vár. Lukács Béla elméleti fizikus Babits napi előadása során hasonló gondolatokat fogalmazott meg. A világban nem lehet egy napon megállni, és azt mondani köszönöm, nekem a mai tudásom, a mai ismereteim elégségesek. A világ ezt nem tűri el. A boldogulás feltétele, hogy új helyzetekben új ismereteket szerezzünk, és bár minden ismeretet nem tudunk megszerezni, a nyitottság, az alkalmazkodás képessége segíthet csak át a nehéz helyzeteken. A középiskola zárt, kissé talán túlzóan is óvó világából egy gyökeresen más közösségbe kerültök, de tudnotok kell, hogy az átmenet nem lesz zökkenőmentes. A különböző élethelyzetek közötti átkelés veszélyes, és nem is mindig sikeres. Ez az újra és újra ismétlődő kihívás azonban a felnőtt élet velejárója.
Erről Hankis ellemér a következőket írja. Az élet szelíd folytonossága csak látszat. Veszélyes dolog abban a hitben élni, hogy az élet napról napra szépen csörgedezik előre, és hogy ez a csörgedezés az élet. Mert lehet, hogy az élet titkai éppen a váltások, átmenetek, és ezekben a pillanatokban villan fel az a megfoghatatlan valami, amit az élet értelmének nevezhetnénk. Az élet értelmét azonban kinek-kinek magának kell megtalálnia. Hiszem, hogy mindarra, ami az elkövetkezendőkben rátok vár, fel tudtok készülni az iskolában töltött évek alatt. Megtanulhattatok célokat magatok elé tűzni és ezekért dolgozni, megtapasztalhattátok a siker és a kudarc érzését, megtanulhattátok a nem feladni és a mindig újból kezdeni érzést. Ez a tudás, ezek a tapasztalatok adják a biztosítékát annak, hogy valamennyien elérhessétek a magatok elé tűzött célokat. Az itt töltött idő alatt is magatok mögött tudhattátok szüleitek támogatását. Az ő gondoskodó figyelmük végigkísér benneteket életetek során. Tanáraitok konkrét segítsége az érettség után megszűnik. Ez azonban nem jelent kötelező elválást, hiszen az iskola, a tanáraitok szívesen találkoznak veletek, ha ti is akarjátok. Mielőtt osztályfőnökeiteknek feltűznék nektek a szalagokat, először szeretném megköszönni munkájukat. Köszönöm Frontóné Szigeti Zsuzsanna tanárnő a 12. A, Ferencfi Magdolna tanárnő a 12. B, és Molnár Sándor tanár úr a 12. C osztály osztályfőnökének munkáját. Nektek pedig kívánok eredményes pályaválasztást, sikeres érettségi vizsgát és boldog egyetemi éveket. A mai esti további részéhez pedig mindenkinek jó szórakozást kívánok. Köszönöm. Ferencfi Magdolna tanárnő, a 12. B osztályfőnöke. Frontóné Szigeti Zsuzsanna tanárnő, a 12. A osztályfőnöke. Molnár Sándor tanár úr, a 12. C osztályfőnöke.